Szerbusztok, SimCity rajongók, Csonti vagyok, és ez egy újabb epizód, kalandjaink a Szilícium völgyben folytatódnak, és ebben a részben én szeretném végre továbbfejleszteni az elektronikai központot, valamint némi népesség szaporulatot is beindítani a városkában, hogy a munka erőhiányt is orvosolni tudjam. Ez nem biztos, hogy ebben a videóban sikerülni fog, de csak így vázolni szeretném előttetek a hosszú távú célt. No, csapjunk is bele a lecsóba. Az előző részekben most már sikerült stabilizálni a gazdaságot is. Van majdnem 1 millió pénz. Processzorok azok rendesen hajtják ide a lovettát. Úgyhogy most már semmi sem állhat az utamba, hogy elinduljak a nagyság felé vezető úton. Akkor, és ja, és nem mellesleg, itt van az oktatási központ, vagy hát negyed egy egyetemmel, és ezt is jó lenne majd mi hamarabb tovább fejleszteni, hogy más kutatási projekteket is beindíthassak. No meg, kifejleszek pár igen hasznos technológiát. Hopp, szélerőmű, na, azt se ártana esetleg majd tovább fejleszteni. No, közben közérdekű közlemény. Többen is írtatok nekem levelet a hivatalos e-mail címemre különböző kérdésekkel. Az e-mail címemet kiírom ide a videóba. csonti@csontigaming.com, úgyhogy erre a címre tudtok írni, ha szeretnétek. Ezúton is köszönök. Mivel csak olvastam, de még lusta disznó voltam válaszolni, mert több levél is érkezett, és még nem volt rá érkezésem, így két videó legyártása között. Ezért inkább úgy döntöttem, hogy itt az epizódon belül válaszolom meg a kérdéseiteket. Azt mondja, hogy na, közben itt megnyitom az ablakot, egy pillanat türelmeteket kérem. No, Gergő kérdezi, miért vannak hajléktalanok a városban, hogyan lehet őket elhajtani? No, kedves Gergő, nekem is egyszer voltak hajléktalanok az egyik nagyobb városomban, ahol ilyen 80 ezer fölött volt a népesség. Nekem úgy jöttek elő, hogy nagyon magas volt a munkanélküliség, és ha munkanélkül vannak a szimek, akkor sajnos nem tudják megtermelni a mindennapi betevőhöz szükséges pénzmennyiséget, ami azt fogja eredményezni, hogy elveszítik az otthonukat, nem tudják fizetni az adókat, és az utcán fognak kóborolni. Ez egyrészt rontja a morált, másrészt meg még bűnözést is szülhet, ezért érdemesebb minél hamarabb új munkaerőket teremteni. Már nem emlékszem pontosan, hogy miért lett munkaerőhiány, a gyárak csődöltek be nagy mennyiségben, vagy egyszerűen csak nem volt hely új épületeknek, de ez áll a hátterében. Aztán nézzük a következő üzenetet. Bálint kérdezi. Szia Csonti, azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet nagyművet építeni, te építettél-e már nagyművet? Na, kedves Bálint, nagyművet építeni úgy lehet, hogy kimész ide a régió térképre, és itt vannak a nagyművek, ezek a placok itt középen. Hát ahogy látod, négy fajta nagymű van jelenleg a játékban, azért mondom, hogy jelenleg, mert lehet, hogy később adnak hozzá még újakat. Miért is ne? Hát megtehetik. És ezeket állokkolni kell. A napenergia telepet azt ki kell kutatni, akár csak az űrközpontot. Az archeológia, vagy az arkológiához 50 ezer lakost kell elérni a régión belül, a repülőtérhez pedig 100 turista érkezzen a térségű repülőtérre a régióban. Hát kell egy térségi repteret építeni, magyarán szólva.
Na, és ezeket úgy lehet megépíteni, hogyha van kellő pénzed, például az archeológia 1 millió szimóleonba kerül, akkor itt elindul az építkezés, és onnantól fogva itt látjátok, hogy milyen nyersanyagokat igényel, hát brutális mennyiség, tehát 2800 tonna fém, 1000 tonna ötvözet, 60 000 ládányi tévé. Ezt elkezdhetik a városok ide szállítani. Hát minden várost jobb, ha egy-egy külön játékos irányít, mert ha egy játékos irányítja az összeset, azt nem tudom, hogy egyszerre, ha beállítom az egyik városba a transportot, akkor, amíg a másik városban vagyok, szállítják-e. De a lényeg, hogy nagyon sok anyag kell hozzá, ami nagyon sok idő, amíg oda szállítják, de ha ez megvan, szép lassan felépül. És egy archeológián, ha jól látom, 4, max. 5 város tud együttműködni, amik így körülötte épültek. De azt hiszem mindenütt 4. Igen, 4 város a maximum. Úgyhogy ezek az archeológiák, és ezek számos bónuszt biztosítanak. Na, remélem sikerült megválaszolni a kérdést. Akkor... Mika 2-2 18 kérdezi: Szia, királyok a videóid, nagyon szeretem nézni őket, azt meg tudnád mondani, hogy hogyan lehet fejleszteni a házakat, mert nekem valahogy nem akarnak fejlődni sose. Üdv, Mika. No, kedves Mika, erről már pár videóban volt szó, de én nagyon szívesen elmondom újra meg újra. Tehát a házakat úgy fejleszted, közben begyorsítom az időt egy picit. Ha megnézel egy házat, két zöld csíkot látsz. A felső jelöli a gazdagságát az ott lakóknak, az alsó pedig a sűrűségét. A gazdagság az értelemszerűen a különböző szolgáltatásokkal növekedik, mint például erre a legegyszerűbb mód, ha parkokat raksz oda és növelik a telekértéket. A sűrűség viszont az a boldogságtól nő. Ha ilyen zöld mosolygós fejek, vagy ilyen keresek egy olyat, kicsit halovány zöldek a fejek, akkor az növekedik. Na, például ilyen zöld. Ha sárga, akkor stagnálás van, nem megy sehova sem a fejlettségi szint. Ha pedig narancssárga vagy piros, akkor csökken. Tehát a lényeg, hogy tartsd boldogan a színjeidet, látod, így mennek föl ezek a kis nyilak is itt. És ha boldogok, akkor szép lassan, ahogy telik múlik az idő, mennek föl ezek a csíkok, és amint elért a következő harmadba, tovább fejlődik egy magasabb szintre az adott házikó. Na, közben én most vettem észre, hogy fejlesztenem kéne az utakat, hogy fejlődjenek a házak. Úgyhogy én ezt meg is cselekszem most itt rögtön ebben a szent minutában. És akkor nem sokára átépülnek a házaim is, nagyon remélem. Hopp, ott egy villamos utat, forgalmas sugárút, forgalmas sugárút. Jó, úgyhogy remélem sikerült megválaszolni a kérdést, így fejlődnek a házak. Aztán, ezt többen is kérdeztétek, hogy hogyan lehet fejleszteni az utakat. Na, mindenki most figyeljen ide. Nyomtok egy R billentyűt, és utána, amelyik úton rákattintotok, azt tovább tudjátok fejleszteni. Ilyen egyszerű. Remélem, segítettem. Aztán, nézzük itt még, milyen e-mail van. Fazekas József. Szia Csonti, már régóta nézem a videóidat, nagyon tetszik. Azt szeretném kérni, hogy csinálj valamikor majd egy repteret is, mert olyat még nem csináltál, illetve mutasd be az is, hogy az hogy működik. Na, kedves József, repteret is fogok csinálni. Még sosem építettem olyat, úgyhogy nem tudom egészen pontosan, hogy hogy működik, de ami biztos, hogy kell hozzá egy közlekedési minisztérium először is a régión belül, majd ha az megvan, lehet építeni ezt a térségi repteret. Ez egyrészt turistákat hoz a városodba, valamint teherszállításra is alkalmas, attól függően, hogy milyen plusz hangárokat adsz hozzá. Igazság szerint megépíthetném itt is, de ennek szeretnék majd egy
tényleges külön epizódot szentelni, amikor repteret építek, és én is jobban szemügyre vételezem a dolgot. És még plusz kifutó pályákat lehet hozzáadni, hogy növeljük a kapacitását. Egy szóval nagyon-nagyon jó mókás dolog ez, úgyhogy ne csüggedj, lesz reptér videó is. Többet most nem mondanék róla, mert nem tudok én sem. Aztán Botond kérdezi, pillanat. Kedves Csonti, a gyárakat hogyan lehet felfejleszteni magas technológiájúra? Nos, Botond, hasonlóan a lakóházakhoz is, a gyárak is két csíkból állnak. A felső jelöli a sűrűséget, az alsó pedig a technológiát. A sűrűség ugyanúgy a boldogságoktól megy fel a gyárnak, de ez elsősorban nem telekérték szükséges, hanem az, hogy tudjanak termelni és eladni, illetve legyen munkaerő és kapjanak áramot meg vizet. A technológiai szint már trükkösebb, ahhoz közösségi főiskola, illetve egyetem kell, hogy fejlődjenek, de ha ezek megvannak, akkor fejlődni fognak rövid időn belül. Úgyhogy ilyen egyszerű az egész. Na, ezek voltak így a kérdések, amit az e-mail címemre kaptam. Remélem azért sikerült kielégítő választ adnom minden kedves kérdezőnek, és ezúton is köszönöm szépen a kérdéseket. Hogyha továbbra is szeretnétek így ilyen módon választ kapni a kérdéseitekre, írjatok akkor még egyszer erre az e-mail címemre, amit kirakok ide a videó sarkába, és akkor legközelebb is nagyon szívesen beolvasom, miközben így játszom a játékkal, és akik például hallgatják csak a videót, miközben dolgoznak, vagy mennek be suliba, azt nem mondom, hogy amikor órán ülnek, mert azt ugye nem szabad, ugye nem. Tehát akik csak hallgatják, azoknak is így informatív lesz a videó, és nem feltétlenül kell szomorkodni, hogy lemaradnak valami fontosabb látványelemről. Bár itt azért nincsenek olyan orbitálisan nagy akciók, hogy azt mondhassam, hogy itt lemaradnak az emberek bármiről. Nincs elég hely a sűrűség növelésére. Ijaj, anyám. Mi történik, hogyha ezt lerombolom? Fejlesszük az utakat. Jó, R. Mondom R. De hogy már be volt nyomva. Oké, bocsánat, vaksi vagyok. Ma is csak hajnali 5-kor keltem. Nézzétek el nekem, hogy itt bénázgatok, és ma már 3 videón is túl vagyok. Ja, közérdekű közlemény még. Sajnos ez nem lesz olyan örömteli. Mivel az Origin fiókom le lett limitálva a túl sok ismerős miatt, és már a szervereket is úgy teleraktam, sajnos nem áll módóban újabb embereket behívni közös régióba, amit nagyon sajnálok, de tényleg nem tudok most már ilyen kéréseket teljesíteni. Akik írtak a honlapra, azokat még teljesítem, illetve még egy-két kérés érkezett privátban, de a továbbiakból sajnos ezen jellegű kéréseket nem áll módonban teljesíteni. Egyrészt, ahogy hallottátok, technikai oka van, tehát nem tudok új embereket hozzáadni Originen, és a szerverek készítését is, vagy hát ilyen régiók készítését is lelimitálták. Másrészt tényleg nagyon sok időmet felemészti, és úgysem tudnék veletek ennyi emberrel játszani, úgyhogy nagyon sajnálom, de ezt le kell állítsam, de arra viszont továbbra is bátorítanálok titeket, hogy használjátok a honlapon az erre a célra létrehozott témát, mert közösen egymással még így is tudtok játszótársat keresni, illetve régióitokat hirdetni. Aztán még ki tudja, lehet, hogy még kitalálunk valamit erre a dologra, de most így a közeljövőben sajnos többet már nem fogok tudni csinálni, csak az eddig beérkezetteket próbálom majd valahogy még teljesíteni. Na. Azt hiszem, mára már így kibeszéltem magamat így hivatalos ügyekből.
közben hagyom, hogy feltöltődjön processzorokkal a teherkikötő, plusz még a gyárat is jó lenne, és utána a következő nap elkezdjük a brutális mennyiségű exportot. Lehet, hogy még egy processzorgyárat fel kéne húzzak, na és közben épülnek már a felhőkarcolók, vagy hát a nagy sűrűségű lakóházak. Igen, igen, arra van szükség pontosan. Nézd le a világra a penthouse lakásodból a város első luxus toronyházában. Ó, igen. Hol is épül ez? Mindegy, majd meglátjuk. Ezek a toronyházak a legjobbak. Nagyon, nagyon hangulatosak. Hú, most nem nyitom már meg a honlapot, illetve az egyik videónak a kommentjébe érkezett, hogy nem untam-e még meg a játékot. Mert hogy a kedves posztoló felhúzott egy város 100 000 lakossal, és van már 5 millió szimoleonja, és kicsit hamar ráunt így a dologra. Nos, abszolút no offense, én nem untam meg a játékot, ennek több oka is van. Egyrészt ez a játék nem egy városról szól. Tehát, amint látjátok, ezt sokan hibájának is rólják föl. Szerintem hozzáállás kérdése, tény, hogy én is örülnék, ha legalább 4-szer ekkora lenne egy terület, ahova városkát lehet tenni, de sajnos nem ez. De ezt egyelőre el kell fogadni, aztán ki tudja, lehet később bővítik ezt is. Minden esetre ekkora a régió, ezzel kell gazdálkodni, és ehhez mérten kell kialakítani a játékhoz való szemléletedet. Én úgy állok hozzá, hogy a fejlesztők azt akarják, és szerintem, hogyha valaki így játszik, akkor nem fog csalódni a játékban, sőt, nagyon élvezetes is lesz, mint ahogy én is nagyon élvezem, hogy ne egy várossal számoljatok, hanem több várossal, vagy akár régiókkal, és nem feltétlenül egyedül, hanem egymással együtt játszatok. És tényleg a játékban ezért ilyen kicsik a városok, hogy ezt erősítsék, illetve erre motiválják, errefelé tereljék a játékosokat. Hogy ne egyetlen egy mamutvárost hozzatok létre, hanem sok kisebb várost, amik egymással interakcióban vannak, együttműködnek, vagy akár egymás városait működtetitek, kooperáltok, együtt játszotok, és akkor így éltek el egy nagy közös célt, például a már korábban említett nagymű elkészítését, ami azért, hát most csak így durván belegondolva, szerintem egy-két hétnyi játékot biztos kitesz, amíg azt a sok mindent összehozzátok, de ha valakinek már sikerült ezt hamarabb elérni, akkor én őszintén megemelem a kalapomat előtte. Na, tehát ez az egyik oka, hogy tényleg a multiváros régiókat támogatja a játék, sok kisváros dolgozzon együtt, és mindegyik városnak legyen külön célja, külön feladata. Nem lehet egy városba mindent megcsinálni. Hol vannak az üzletek? Hát hol vannak az üzletek, bakker? Mindjárt itt lesz az üzlet. Aztán, tehát ez az egyik indok. A másik indok, hogy miért nem untam meg a játékot, egész egyszerűen az, hogy egyrészt a videók készítése miatt, másrészt az egyéb játékok és az időbeosztásom miatt sincs időm annyit játszani vele, mint mondjuk azt megtehetném, vagy megtenném. Tehát ha napi 10-15 órát játszanék vele, valószínűleg már én is hamarabb ráuntam volna, és néznék másik játék után, de így, hogy napi 1-2 órát játszom csak vele, amíg a videókat megcsinálom, így szerintem teljesen jó az egész. Tehát megőrzi a szavatosságát, és mindig szívesen visszaülök vele hozzá, plusz a már említett, hogy gyakran kezdek egy újabb várost, és azt fejlesztgetem, aztán utána egy másik várost mellette, és egy másikat.
Ez tovább növeli a szavatosságát a játéknak, és arról még nem is beszéltem, hogy mi van akkor, hogyha a kiadó gondol egyet, és azt mondja, hogy kiad egy új patchet, abban betesz ilyen-olyan dolgot a játékba, vagy megváltoztat már létező dolgokat jobbá, vagy esetleg rosszabbá, tehát akkor új élmények kerülnek a játékba, ami megint csak arra motiválja az embereket, hogy visszatérjenek, vagy tovább játszanak. Úgyhogy ez a két fő indok, vagy inkább három részemről, hogy miért nem unom meg ezt a játékot. Meg hát ez egy szimulátor, tehát egy városépítő szimulátor. Ezt így a végtelenségig lehet csinosítani, és akiknek erre van affinitása, és én úgy érzem, hogy nekem pont erre van affinitásom, azok nagyon sokáig tudnak vele játszadozni. Na, közben már hajnali 4 van, és 500 vagy 5000 láda processzor itt már gyülekezik. Nagyon jó. Következő nap. Oh, mi épült itt? Üres gyár, alkalmazottakat keresünk. Nézzünk csak ide be. 8400 betöltetlen állás van. Hű, de ez már high-tech-nek tűnik. De nem, ez még nem high-tech. Nem, ez még... De, ez high-tech. Csak még senki nem akar itt dolgozni. Valamiért. 8200 állás. Indok nincs hova szállítani az árut. Jaj, de szomorú. Industrial Labs. Na, de ez már high-tech. Nézd, hogy nincs hova szállítani az árut. Hát, ide. Elő. Közben tekerik a processzorokat. És reggel 7 óra. Ó, csak 75 diák volt itt az egyetemen. Na, de szépen gyűlnek. Cirka egy olyan 50 ezer ember kell ahhoz, hogy meglegyen azt hiszem az ezres egyetemista határ, de még így nem nagyon számoltam ezt ki. Mindenesetre az is egy cél, hogy meglegyenek a diákok. Na, nézzük csak. Aha, ide jönnek már egyetemre. A másik városból azért már 67 ezeren vannak, úgyhogy nem nincs semmi veszve. Itt kéne ezeknek a házaknak tovább fejlődni, mert... áramhiány. Mennyit termel egy ilyen turbina? Azt mondja, kis turbina 3 megawattot maximum. Ez 5,1 megawattot. A függőleges tengelyű szélturbina pedig 15, tehát 3-szorosát termeli. Na hát, ha tiszta áramot akarok, akkor érdemes lesz azt kifejleszteni. Minden bizonnyal. Miért nem fel? Ja, itt még nem fejlődnek tovább. Nagyszerűek ezek a boldog. Nincs elég hely a sűrűség növeléséhez. De miért? Hát azért húztam így meg, mert elvéletileg volt helyetek. Na végre, építkeznek itt is. Jaj, fejlesztjük a városházát. Most már harmadik szinten vagyunk. Hurrá, mert elértük a 15 ezer lakost. És nem sokára elérjük a 30 ezeret is. Ha így haladunk. Úgyhogy tényleg csak idő kellett ahhoz, hogy a házak úgymond beérjenek. És itt is most már a sorházacskák kezdtek el épülni. Aminek én nagyon-nagyon-nagyon örülök.
adjunk nekik ide egy ilyen kis Nissan törtő elromást, ez a reklámhelye. Mindenki milyen boldog lett hirtelen, figyelitek. Mindenki elektromos autóval akar járni most már csak. Csak és kizárólag elektromos autóval. Jó, 12 óra a játékban. Szerelj össze 100 ládányi tévét. Hát persze. Nincs elég helyes sűrűségbeveléséhez. Ó, jaj. Nincs újrahasznosítható áru. Mi van ebbe a városba, kérem szépen. Na, épülnek azért itt tovább a házak, rendületlen. És... na, azért mindenki eléggé boldog is, főleg a kereskedelmi negyed. Gazdag kereskedők mondjuk, hogy nincsenek, de annyi baj legyen. 78%-os a bódottá. Új ipari park alapkövét helyezték le. Hol, mit, merre? Biztos. Ja, ott épül. Aha! Na, itt meg a 386 diákot tanítanak. Nagyon helyes. Na, nézzünk most egy... Na, 6000-re lement a betöltetlen állások száma. Haladunk, haladunk. Jaj, mire kattintottam? Bűzdik el a velázgyal, most komolyan takarítsuk el a szemeket. Megcsinálom. Helyezd le szemétlerakókat. Mi? Helyezd le szemétlerakót, vagy adj hozzá a lerakási zónát a meglévőhöz. De most komolyan, miért kell ezt így erőltetni? Remélem boldogok vagytok. Na, where is the városháza? Ja, itt van. Ja, és előttük a 30 ezer lakost. Na, náhogy fejlesztem. Tűzi játék! Juhi! Egybe két szintet is lép egy epizódon belül. És előmásztak ismét a tüntetők. Tüntet. Túl sok a betegség. Na, lássuk csak, hol a kórház. Na, de most vissza, mert nagyon a bevétel. Valami biztos átépül. Ja, itt a kórház. 6/25. Most adjak hozzá még egy mentőt. Hozzáadok. Remélhetőleg ez így segít valamelyest. Közben a vízkészletünk az fogyóban van, erőteljesen. Ami nagyon szomorú tény. És sajnos ez van. Jaj, ott meg pont szennyvíz. A processzorgyár szennyezi a környezetet. Egyelőre kitart a vízünk. Maximum majd vásárolunk másonnan. Na, hány diák volt? Na, majdnem 500 diák volt az előző nap. Szépen növekszik a népesség. Hop, 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 hop. Na, 9000 láda processzor. Ez cirka 1 millió pénzt jelent. Exportálunk. Na, és ezért talán már vonat fog érkezni. Amit most akkor remélhetőleg meg tudok mutatni végre. Na, jön a vonat, jön a vonat. Na,
és sok-sok daru magasodik mindenhova a városban. Mi a baj? Városháza modul elérhető. Na és már nyúlják le a processzorokat. Építkezés, figyeltek? És jön be a pénz. A vonat azt hiszem csak 3 óránként jár, de ez tehervonat, vagy? Nem tudom. Minden esetre nem jött még ide a vonat. A vonat még sehol. Tök jó, hogy van egy ilyen teherkikötőm, csak így semmi haszna a vonat részének. Lehetőség nyersanyagot importálása, tekfosztalat, tehervasút segítségével. Minden raktár... Lerakat, újabb vagonat hozzá szerelvényed, vonatok napjában többször érkeznek. 360 percben. Az 6 óránként. Tű, és már 1 millió felett vagyunk. Dől a pénz befele. Na, ott jön egy vonat. Nézzük csak. Van benn 3000 láda processzor. 2000 láda. Itt jön a vonat. Beparkol. És bum. Viszi is a 2000 ládányi procit. Tök jó. Most ott vannak a processzorok. CPU. Aha. Egy leesetne nekem is. Igazán. De a szeméttelep mellett. Na, és közben az átépítések lezajlottak az ipari parkban, és most már csak 5846 lakos hiányzik, és most már átadták a helyüket, mint túlnyomó részt a high-tech iparágaknak. Hú, Lombard készülékek, figyelem! Egy ilyen hiperfuturisztikus turbina látható. Szürke Szotty RT. No comment. Na és már 1 milliónál tartunk, és még csak reggel 6 óra van. Még legyártunk pár processzort, mondjuk 5000 ládányit, és meg is volnánk. Bár nem biztos, de én nagyon remélem, hogy az egy nap alatt meg lesz. Már csak 5000 láda processzor leszállítva egy nap alatt. Hát csücskösen, de meg lehet. De nem baj, akkor maximum várunk megint egy napot, és akkor jócskán feltankoljuk az árut. Most inkább vegyék, vigyék, ahogy érik. Begyorsítom az időt. Erről jut eszembe, olvastam a fórumon, hogy SimCity fórumon, hogy vissza akarják tenni a Cheetah időgyorsítást. Ez a veteránoknak biztos már ismerősen hangzik, de aki még új a SimCity világában, tehát a Cheetah az a leggyorsabb időfokozat.
gyakorlatilag most csak két fokozat van. Van az első, az a teknős sebesség, van a láma sebesség, és a gepár sebesség. Viszont ez állítólag le lett kapcsolva, úgyhogy ezt visszateszik, vagy felturbozzák, most nem tudom pontosan, már nem emlékszem. Minden esetre fel lehet így ezáltal jelentősen még majd gyorsítani a játékot. Ezt azért vették ki, mert szerver instabilitási gondokat okozott korábban, de ha ezt megoldották, vissza is fogják pakolni. De lehet, hogy már vissza is pakolták, azért patchelt tegnap, már nem tudom. Na mindegy, szóval fejlesztik folyamatosan a játékot, illetve a következő nagyobb hangvételű patchben az újrahasznosító üzemre fognak kicsit fejleszteni, vagy az üzemet fogják fejleszteni, akkor a közüzemi szolgáltatóknak, például a tűzoltóknak is azt a konvojban vonulását azt meg fogják oldani. Tehát nem lesz több olyan, hogy konvojban mennek a tűzoltók és egy házat oltanak el tizen, még a másik három ház az leég. Meg hasonlók, tehát fejlesztik a játékot előnyére, hála égnek. Na, és milyen szép házak lettek itt. Szép nagy toronyházak, ilyen üveg panoráma ablakokkal. Tisztára jó. És lássuk csak, mi ez itt? Cartlyle. Ez jó lejte. Medence, tetőn. Nincs. Ej. Kezdve ilyen szép zongora szó hallat, vagy zongora zene hallatszik. Na, 17 óra van, és másfél millió processz, vagy mennyi kell még? Hát sajnos ez nem lesz meg a mai napon. Van egy olyan érzésem. Ha csak az a vonat onnan el nem visz, igen, 2000 ládányit, és el is vitte, ott megy. Na, hát ez gyors volt. 1 millió 100. És még van 1 millió 300 ezer. És még van pár óránk, egészen 4 óránk van hátra határidőből, és még kellene 200 ezer. Most vagy az történik, hogy több építek még egy processzorüzemet, vagy pedig tényleg még feltankolom azt a maradék raktár helyet, és úgy fogom majd átadni. De legyen így, adok még egy raktárat, és akkor most két napig gyűjtögető életmódot élek. Ilyen egyszerű. És akkor így ezeket a kereskedelmi és elektronikai részleghez köthető célkitűzéseket is lehet teljesíteni. Hát sajnos ez nem lett meg, de nem sok híja volt. Nézzük az egyetemet. Na, 500 diák itt is. Jó, sajnos ez nem lett meg, de semmi gond. Felhasználásra most raktározunk annyit, hogy maximális kapacitást elérjük, vagy közel maximálisat, és akkor már szerintem egyúttal fogom a kereskedelmi központot is tovább fejleszteni, és az elektronikai központot is. De szerintem ezt most már csak a következő videóban fogom megmutatni nektek, mert már így is kezd eléggé hosszúra gyúlni ez az epizód. Én meg már nagyon fáradt vagyok, reggel 5-kor keltem, és még holnap is 5-kor kelek. Úgyhogy szerintem elteszem magam holnapra.
Köszönöm mindenkinek, hogy ma is velem tartott. Remélem tartalmas volt az epizód. Még egyszer, ha szimpatikus volt ez az e-mailes, beolvasós, kérdésre válaszolós szisztéma, akkor írjatok az e-mail címemre, és igyekszem megválaszolni a kérdéseket, feltéve, hogyha azok olyanok, hogy meg tudom őket válaszolni, és be tudom őket préselni a műsoridőbe. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, további szép estét, kellemes napot, legyetek jók, és játszatok sokat, főleg mert jön a hétvége. Sziasztok! Na, szerintem jobban megyek aludni. Hali!